Kevés romantikus film lát napvilágot manapság, és még ritkábbak a minőségi darabok, a Challengers azonban mindenki pannak tűnt. Eredeti ötlet alapján készült, az előző életeket jegyző Selinsong férje, Justin Kurtzkes írta, Luca Guadagnino-nál pedig kevés alkalmasabb ember létezik, hogy stílusosan vigyen vászon egy ilyen történetet. Szerencsére a remek stáb nem csak jó ómen volt, a színvonal a végeredményen is meglátszik. Art és Patrick gyerekkoruk óta szobatársak egy bentlakásos iskolában együtt teniszeznek, nyerik a tornákat és profikká akarnak válni. Az újabb sikeres versenyt követően megismerkednek a rendkívül tehetséges tásival, és rögtön egymásra hangolódnak. Egy görbe éjszaka után elkerülhetetlenül összefonódik a sorsuk. A rendező expozíció helyett egyből a mély vízbe dobja a nézőt, és láthatóan egy már kialakult konfliktus helyzetbe csöppenünk, csak éppen arról nincs fogalmunk, hogy hogy jutottunk idáig. Nem új keletű elbeszélői forma, ám nagyon is tudatos és a cselekmény vezetés szervez része. Árt és Petrik egy alacsonyabb színvonalú Challenger torn döntőjében kerülnek szembe egymással, melyet a lelátó első sorából követ ez előbbi felesége és egyben edzője Tasi. Fájó sérelmek elevenednek meg a szúrós tekintetek és sértődött csendek mögött, majd kezdetét veszi az összecsapás, egyúttal fejest ugrunk a sztori érzelmi hullámvasútjába. A koncepció egészen kiváló, miszerint a teniszt allegóriaként használják az emberi kapcsolatok ábrázolására. Ahogy a flashbackek során alakul a hőseink sorsa, úgy változik a mérkőzés eredménye, mely alapján sejthetnénk, hogy hova fut ki a végkifejlet, de valójában elég messze járunk az igazságtól. Ez a fajta folyamatos megújulás a Challengers talán legnagyobb erénye. A három főszereplőről felépített kép rendszeresen átalakul a múltbéli események láttán, Ezáltal egyszerre szorítunk mindenki mellett és ellen. Patrick kezdetben a tipikus rossz fiú imást gyakorolja, a sportot nem veszi komolyan, laza, hedonista benyomását kelti. Talán ő a legazonosulhatóbb, még ha vállaltan tahó énje és meggondolatlanságai hajlamosak beárnyékolni a megítélését. Árt felelősség teljesebb, célvezérelt, ám kevésbé határozott, sokkal befolyásolhatóbb figura. Hamar kiderül, hogy képes színű és gátlástalan lenni, az iránta érzett ellenszenv mellett azonban az elesettsége empátiát szül az emberben. Tasi igazi jelenség, magabiztos, szeret irányítani a pályán és azon kívül is. Ahogy el is hangzik, őt nem lehet nem szeretni, felszínre törő manipulatív személyisége és fokozatos ridegsége viszont szépen lassan lerombolja azt az ideált, amit képviselni kívánnak. Az érzelmi játszmák, az adokkapok pillanatok tele vannak feszültséggel, melyet Trent Reznor és Etikus Ross dinamikusan pörgő zenéje emel piedesztára. Technikailag nem különben párját ritkítja a film, a vágás és az operatőri munka félelmetesen jó. A meccsek intenzitása, a parás dialógusok vagy akár a szexjelenetek mind példák erre. Ez utóbbiak nem mutatnak sokat, de érzékiek és roppant igényesek. Talán egyedül az utolsó harmad érződik némiképp elnyújtottnak a sok lassítással, a hirtelen érkező befejezés pedig biztosan megosztó lesz. A maga módján frappáns és ad egyfajta feloldozást, de sokakban hiányérzetet fog szülni. fent újfent értőkezekkel nyúlt egy kiváló alapanyaghoz, és annyit csavart a műfai sémákon, hogy az összkép autentikus legyen. A három főszereplő fantasztikusat alakít, de Zendáját érdemes kiemelni, akinek simán kinézhet jövőre egy oszkárjelölést teljesen megérdemelten. A Challengers a hibái maradandó élmény, szuperérzékkel mossa össze a sportot a szerelmi versengéssel, ügyesen vált aspektust és végtelenül komplex karakterekkel operál. Teniszmeccs sosem volt még ennyire szexi, változatos és feszült, mi pedig csak kapkodhatjuk a fejünket ebben a játszmában. Aki szereti az igényes, változatos és csavaros karakterdrámákat, az mindenképp tegyen egy próbát a filmmel, melynek vannak hiányosságai, de én nem tudtam haragudni rá, mert iszonyúan vitt magával az egész. Úgyhogy adok rá 80%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj like és iratkozz fel. Gondolod köves Facebookon, Twitteren vagy Letterboxdon, a linkeket megtalálod a leírásban, azt a legközelebb találkozunk. Csat.